egy nagyon érdekes tulajdonságaik vannak. Napfény, lámpafény, blacklight, UV blacklight, tehát fekete fény hatására tulajdonképpen föltöltődnek ezek a növények, és sötétben, szabad szemmel jól láthatóan zöld fényben világítanak. Ezt a zöld fény hatást a töltöttségétől függen 5 perctől 30 percig tartják a zöld szint, és utána, hogyha még egyszer újra töltjük, ezt a zöld szint újból kiadják. De viszont van egy olyan tulajdonság, hogy ez a zöld szín, amikor eltűnik, és csend és nyugalom van a házban, ezt is tényleg később vettük mi is észre, hogy ilyen éjfél magasságban, tehát 1-2 óra eltelik, akkor egy úgynevezett fehér fény előjön a növényekből, és egy 4-5 órán keresztül világítják, tehát mint egy ilyen irányfény úgy működnek a helységben, ahol tulajdonképpen vannak. Ez egy nagyon-nagyon érdekes a növényeink részéről. Kundrihárt ezt az elméletet fejlesztette tovább. Mára már közel 100 fajon sikerült megvalósítani a módszert. Cserepes növényeknél és vágott virágoknál is elérte, hogy világítani tudjanak a sötétben. Ráadásul már nem csak zölden, hanem kéken is. Az alapötlete az nem olyan régi múltkeletű. Én tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt találkoztam vele, egy magyar mikrobiológus, dr. Varga Szilárd vetette föl nekem az ötletet, de maga az ötlet, amit ő csinált, az tulajdonképpen egy kicsit másabb, ugye, mint amivel mi foglalkozunk, mert egy úgynevezett szimbiótát hozott létre az ő saját kutatásában. A szimbiótáról azt kell tudni, hogy élő egyedeket, tehát élő világító egyedeket hoz úgymond szimbiózisba, tehát együttélésbe a virágokkal, és ennek következtében tulajdonképpen a növény önmagában tud világítani. A szabadalommal védett hazai innováció technológiája titkos, így aztán nem akarták elárulni stábunknak sem a részleteket. Minden esetre megnyugtattak minket. Ez abszolút génmanipulációtól mentes, emberre, állatra, növényre nem káros. Egy általunk megkérdezett szakértő, dr. Solti Ádám, az ELTE növényélettani tanszék kutatója, azt mondja, hogy a növények természetes módon is bocsájtanak ki vörös, zöld és kék színű fényt, de ezek szabad szemmel nem láthatóak. De hogyan képes erre egy növény? Bármilyen pigment molekula az élővilágban, hogyha fény energiát nyel el, akkor ez a fény energia vagy hő formájában jön ki a molekulából, adódik le a molekulákról, vagy pedig fény formájában egy nagy energia egységként távozik a molekulákból. Ezt a fényt hívjuk fluoreszenciának, ha pedig ez időben késik, akkor foszforeszenciának. Az élővilágban van példa arra, hogy szabad szemmel is lássunk természetesen világító élőlényt. A Szent János bogarak ugyanis gyönyörű látvány nyújtanak éjszaka. Ám ennél a fajnál a világításnak funkciója is van. A nőstény ugyanis ezzel hívja fel magára a figyelmet. A növényeknél a fénykibocsátásnak nincs funkciója, így szabad szemmel nem is látható. Ez a hatás csak mesterségesen érhető el. Hát a növények természetes fénykibocsátása az nagyon gyenge, csak műszeresen mérhető. Tehát olyan látványos fénykibocsátást, amelyet tudományos fantasztikus filmekben beszoktak mutatni, a földi élővilágban nem tudunk megfigyelni. Ez csak úgy lehetséges, hogy különböző anyagokat viszünk föl a növények felszínére, amelyek képesek az elnyelt fényenergiát eltárolni, majd később ezt fényformájában kibocsájtani magukból. Egy biztos, mesterséges technológiával ma már csodálatosan fénylő növényeket hozhatunk létre.